A 2012 végén elindított nagyszabású program emellett 200 darab új mentőjármű és több ezer műszer, egészségügyi és oktatóeszköz beszerzését, az ellátás technikai színvonalának emelését eredményezte. Kiskörösön a mentőállomás dinamizálása és költséghatékonyabbá tétele történt meg. A dinamizálás a meglévő mentőállomásainknak nem egy teljes körű felújítását jelenti, hanem a kitűzött projekt cél megvalósítását. Mit jelent ez? Minél gyorsabban tudjanak a kollégáink kivonulni, minél pihentebbek legyenek, tehát egy kellemes környezetből, és nagyon fontos, hogy korszerű energiát használjunk föl ehhez. A beruházás 22,5 millió forintból valósult meg. Elektromossá tettük a garázskapukat, hogy teljesüljön az a cél, hogy minél gyorsabban ki tudjunk vonulni. Megvalósult egy korszerű gépjármű mosóhelység kialakítása, valamint európai és magyar előírásoknak megfelelő eszközfertőtlenítő helység és veszélyes anyagtároló. Természetesen az átalakítási munkák kapcsán ezeken a területeken a helyreállító festések és burkolások is megtörténtek. És Kiskörös már korábban megkapta az új mentőgépjárművet, tehát a 178-ból egy mentőgépjármű ebből a keretből lett beszerezve, ami közel 25 millió forint értéket képvisel. A megyében a kiskörösi mellett a tiszakécskei, a kecskeméti, a kiskunfélegyházi, a kalocsai, a dunavecsei, a bajai és a bácsalmási mentőállomást korszerűsítették, János Halmán pedig újat építettek. Az átadó ünnepségen Pohankovics András alpolgármester köszönetet mondott a megújult mentőállomásért. Nagyon nagy dolog ez egy olyan városnak, egy olyan térségnek, ahol a lakosság egyre inkább idősödik, elidősödik, és ahol egyre inkább szükség van arra, hogy minél gyorsabban kiérjen a szakszerű segítség, hogyha baj van. És tudjuk, hogy sajnos sokszor van baj, sokszor lehet baj. Sűrűn halljuk itt a városon belül is a mentőautóknak a szirénáját. Tudjuk, hogy olyankor életeket mentenek a kollégák, hálásak vagyunk nekik ezért, és ezúton is szeretném megköszönni azt az áldozatos munkát, amit végeznek. Szólt a megjelentekhez Pap Gábor, az Országos Mentőszolgálat projektmenedzsere, és dr. Zentai Attila, a régió orvosigazgatója is. Az ünnepélyes szalagátvágást, kulcsátadást követte, majd a résztvevők megtekintették a megújult épületet.